Az Öregvár területén most munkagépek dolgoznak, építkezési terület belépni tilos. Ezért archív felvételeket mutatunk. Jól látható, az Öregvár területe balesetveszélyes, a kazamaták megteltek mocsokkal. Észak-Komárom legértékesebb történelmi kincse hát az Enyészet határán van. Ezért valóban történelmi fordulatnak nevezhető, hogy az állagmegóvásra 470 ezer eurót sikerült elnyerni EU-s forrásokból. A határon átnyúló projektokból elnyerte ez az öreg vár, öreg erőd, egy nagyon szép támogatást, amiből kitisztítsuk az egész kazemata rendszert az öreg erődben, és még egy pár attrakciót is bele fogunk tudni vinni. Lesz mobil szabadtéri színpad és vaklabirintus is látóknak. Az elsődleges feladat azonban a hulladékkal szennyezett kazamaták és a fákkal, bokrokkal benőtt várárkok, sáncok kitisztítása. Ezzel a beruházással 12 ezer négyzetméterrel nő az erőd biztonságos, kulturált körülmények mellett látogatható területe. Egy másik pályázati lehetőség pedig 50 ezer euróval támogatja meg a Lipót kapu felújítását. A VUB, tehát a Szlovák Általános Hitelbank pályázatának köszönhetően újul meg a Lipót kapu, az internetes szavazáson óriási fölénnyel aratott diadalt a komáromi mellett letett voksok száma. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott a Lipót kapura. Már itt a pénz attól a banktól, aki megtámogassa a Lipót kapunak a felújítását, restaurálását. 50 ezer euróig mehetünk, úgyhogy ebből egy nagyon szép felújítást lehet csinálni, és akkor a Lipót kapu megkapja új köntösét. A restaurációs tervezet már elkészült, és az összes szükséges engedélyt is megszerezték már. A felújítás hamarosan a kezdetét veszi. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.